Kivételesen 3 év után, október 19-én járt le a diákpolgármesteri iroda vezetőségének mandátuma. Szerdán új diákpolgármestert is választottak a nyíregyházi fiatalok. A Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban 3 diák mutatkozott be, majd mérettette meg magát. A jelölteknek különböző feladatokat kellett megoldaniuk, a rögtönzés is a középpontba került, de a retorikai képességeiket is megmutathatták. Végül Takács Zsófiát, az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 10. osztályos tanulóját választották diákpolgármesternek, az iskolák delegátjai és a szakmai zsűritagok. Zsófia városunk alpolgármestere és a jelenlévő diákság előtt tette le esküjét. Esküszöm, hogy diákpolgármesteri tevékenységem során, minden tőlem tehetőt megteszek, Egyházi fiatalok szellemét, és kulturális fejlődése, személyiségű kibontakozása, érdekében. A városvezetés nevében dr. Úrich Attila a polgármester elmondta, a jövőben is hasonlóan gyümölcsöző munkakapcsolatra számítanak majd a következő vezetőségtől. Új kezdet, új jövő. Azt kell, hogy mondjam, ugye egy olyan generáció megy ki, aki más stílusú, úgy látom, más stílusú volt, és jön egy új, friss erő. Nekünk egy elvárásunk van, vagy egy kérésünk van nyilván a diákok felé, az, hogy próbálják meg a saját korcsoportjukon belül szervezni úgy az életüket, hogy a közösségi létük, a közösségi életük az minél fejlettebb legyen, az ne korlátozódjon csupán a digitális tartalmakra, a különböző bulikra, hanem töltsék meg a Nyíregyházán töltött életüket tartalommal. Ez nagyon fontos a városnak, meg szerintem nekik is, de lehet, hogy ezt ők még nem tudják, mert olyan élményekkel gazdagodhatnak, hogy az idősebb korukban biztos, hogy kellemes emlékeik lesznek Nyíregyházáról, ahol felültek, vagy ahova iskolába jártak. Az új diákpolgármester elmondta, számos tervük van már most is a következő 2 éves ciklusra. A diákpolgármesteri a jövő 2 évében főleg a taktoborzásra helyezném a hangsúlyt, ezen kívül az Erasmus programokra is nagyon szeretnék minél több diákot invitálni. Lényegében újra szeretnénk indítani a nyíregyházi diákpolgármesteri a környezetvédelmi akciótervét, ezen kívül nagyon fontosnak tartom a régi hagyományaink megőrzését is, mint például a városi diákpálat, ezen kívül a verébevatót és a támogatói estet is, ugye. A további jelöltek sem maradnak teendő nélkül, hiszen Dávid és Márton lesznek a város diák alpolgármesterei, akik közösen képviselik majd a nyíregyházi diákokat a következő 2 évben.